és a szemével jobb oldalra nézünk, a gyalog irányában érkezik a magyar Honvédség 86 Szolnok helikopter bázis visszaegyő köteléke, a mai nap szereplői elsőként érkezik a hár, a külön legközelebb. Nézzük meg, ő egyébként egyetemes hallgatott, oktató, kiképző, speciális egyetemes kiképző, és úristen, nagyobb oldalra a szállási teret, egy kár oldalra kell földet érni, és úgy, hogy ügyfél érkezik, már előre léte, ez nem munka, hanem felkészíti az izomzatát a földet érésre, hogy ki tudja futni, ki az a voltam. Megnézem, hogy ki hozza. Már ott, Huszár Ferenc. Zászlósul 660 nyolcugással, szorokváros zászlójával. Puszi! Nyugatja a lábát, kicsit meg kéne melegíteni, mint az előző. Na nézzük, hogy ér földet, nem kell precízen, csak biztonságosan. Most megfékezi az elért, látják, hogy behúzza a kirányítósulat. Hátsó kilépő volt, önök felől. Reméljük, hogy ne fog tudni fordulni. Nagy a zászló, figyeljünk. Lehet, hogy kell majd indítani. Megvan! Igen! A feladat végrehajtás helyszínére, ezt is köszönjük most csak egy, és nézzük is a korrőket. Igen, érkezik a H145M, önök előtt először akcióba debütálva, ott vannak a különleges kapunák, a pitakkal, de most azt szimuláltuk,
és ugyanúgy figyeltem most már saját elők is vannak a hajón, ezért nagyon precízen vezetve gépek, illetve a tisztálogatást kérnek fölülről, akkor a harcerikok ezt megadják. Sérült van saját részről, helikopteres kiemelésre lesz szükség, amit hát a 86-assal már úgymond szimbiózisban, hogy egy ilyen kölcsönös, hasznos együttérésként érkezik, és a sebesültnek a levegőbe történő kicsörlése fog megtörténni Ákos. Igen, és ez egy újabb képessége a Henry-Hadrendben állított H145M-típusnak az Airbus-gyár termékre. Látják, hogy jobb oldalon ott a kordoszán alatt van valami ügy, az a kihajtott csörgőnek a gémje. Hát majd azt kell figyelni most a komputer számon, mert ez tele van ezek a komputeren, és a pilóta, kettő pilóta, illetve három a terekét a csörgő kezelő közelítnek a kiemelésen. Azt kell tudni, hogy nagyon kicsi a kordoszánkát, mert jó 11 méter és valahány szerint, de ez az átadott levegőmennyiség is képes megforgatni a nem lehorgatott, most ellenhajókat a harcunk, és ha nézzük, hogy a kordozónak a víz, az a magasságot fogja állni, ha tovább nem szépen, most megkezdődik a csörgő kötél kérgelése, Reinhard Néla, 500 korsú személyébe, kezdjük kiengedni, és a helikopter lassan bepozícionál. Hát ez kettő gombolás, és a pilótáig csak a fordulszer szint. És körülbelül 70 méteres magasságokra, ugye is megforgatni a csatának a szintotűzteket, és hoppá, már kell egy kicsit lázra tartani a harcunknak. Azért följebb kell emelkedni, hogyha már ezt tisztelték a pilóták, és próbálja a hajó egyenesbe tartani az hajókat a hajó bal oldalán lévő brutál sérülőnek. A házában és próbálják a kisütést olyan távolságra vinni ezt a sokra közel, hogy a katonának kezében levő csákjával közel tudja húzni, ez ellenő karabinnyel a sérültet megakasztják, normálja belőtt, és meg fog történni a hajókat, a rajtaütést, a csörgést, illetve a fejlődést.
délelőtt egészségügyi létesítésben. Továbbra is kínuszol véges, ezt a kérdés elvétele, az esetleges házazos úr, illetve Huckó Dávid főhadnagy úr, a helikopter fegyverzet kezelője továbbra is biztosított ezt a magadikot. A H145-ösnek és a H145-ös megközelíti az expérnek a pontja, a kocsolata, a remlékzón, és kérlek a négyes bőrcsegéket által szakszerűen megközelíti a képet, a biztos, hogy a
induló Andrőjéről. Megosztatjuk a kedves közönség! Isten ünnepesen Magyarország boldog születésnapot! Köszönjük szépen! Még egyszer! Kaptatszok kérdésében! Szoros Andrőjra! Szoktatóra! Én jövő voltál, hogy a formációt maradok.